A 35. újévi koncert nyitányát próbálja a Szabolcsi Koncertfúvó zenekar. Az elmúlt hetekben nem volt egyszerű megoldani a próbákat, hiszen a magas rezsijárak miatt először a kölyökvár, majd a meghosszabbított téli szünet miatt az iskolák zártak be. A számos kimaradt próba miatt a koncert időpontját január végére, 27-ére kellett eltolni. A helyszín is változott, ezúttal a mindössze 800 fő befogadására alkalmas Bem József általános iskolában lesz a koncert. Nyíregyháza mindig úgy segít és úgy segített az elmúlt évtizedben, hogy biztosította ingyenesen a Continental Arénát, azt a technikai parkot, amely kell ahhoz az együttesnek és ugye a sok háttérembernek az öltözéshez, a kijövetelhez, bejövetelhez. Tehát mi ezt mindig biztosítottuk és biztosítjuk most is ennek a technikai hátterét, hiszen a színpad, amin szerepelni fognak, az a városi. A zenekar bár igyekszik a hagyományokhoz hű maradni, minden évben készülnek valami újdonsággal, zenei és táncos csemegével. A Krúdy Gyula gimnázium végzős diákjai a szalagtűzőkön eltáncolt Metallica számra fognak egy gyönyörű, ez nem vadóc, hozzá kell tegyem, ez egy nagyon ritka dolog a Metallicától, egy érzelmes számról van szó. Erre lesz például a keringő. Ezt követően zajlik szépen a maga medrében néptánccal, mazsorettel, mert hát nagyon büszke vagyunk a három generációs mazsorett csoportunkra, a csillagok, kék delfinek, tűzmadarak, ugye Szabó Lilla művészeti vezetésével, de például a második rész első műsorszáma egy nagyon érdekesség lesz, hiszen egy barokk művel fogjuk indítani, de egy kicsit új köntösben. Johann Sebastian Bach D-moll toccata és fúgája elkezdődik úgy, ahogy a mester megírta 300 évvel ezelőtt, de az első pár után, utána toccata után egyszer csak beleszól a dobszerelés ebbe a csodálatos történetbe, és diszkóritmusba fogjuk folytatni ezt a nagyszerű művet. A világon egyedülálló együttes most is teltházas koncertre készül. 35 évvel ezelőtt, mikor elkezdtük az új koncertet, fúvózenekarként sehol nem volt a világon, csak mi nálunk van, és azóta is van. Olyannak lehetnek részesei, nem szemlélői részesei egyébként, ami tényleg, amire nagyon büszkének kellene mi nekünk a zenekarnak, a lányoknak, a mazsoretteknek, Nyíregyházának, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyeieknek, vármegyeieknek. Tehát mindenféleképpen legyünk arra büszkék, hogy nekünk van egy ilyenünk. Legyünk arra büszkék, hogy van az országnak az egyik legjobb és nívódias fúvózenekarunk, koncertfúvózenekarunk, ami járja a világot, amit ebben Magyarországon az elmúlt 10 évben egyetlen egy fúvózenekar nem tudott olyan helyekre kijutni, mint ahova mi kijutottunk. A két félidős összesen 2,5 órás műsorban közel 50 zenész és 50 mazsorettes, valamint néptáncosok, a Krúdis diákok és a Nyíregyháza Táncklub áll majd színpadra január 27-én pénteken 18 órától.